Alig pár napja, hogy lehet jelentkezni a Fehérvár hangja versenyre, már is sok fiatal ragadta meg a lehetőséget, hogy versenybe szálljon a Város hangja címért. És különben sem hiszem, hogy olyan. Várad Nikolett volt az legelső, aki nevezett a versenyre. A 18 éves lány Székesfehérváron él és közel 10 éve énekel. Az éneklésen kívül a rajz és a modell szakma is érdekli. Fotomodellként például már kipróbálta magát. Azonban a zene és az ének a mindene. Ezért is száll harcba a Fehérvár hangja címért. Minden életérzésemet ki tudom magamból adni, bele tudom tenni. Jó látni az emberek arcán, azt látni, hogy örülnek annak, hogy éneklek nekik, jól esik. Ez egyfajta gyógyszer is a léleknek. A versenyre pop, rock, jazz és musical kategóriában nevezhetnek a fiatalok. Kelemen Angelika jazzénekes nő a zsűri egyik tagja szerint minden a jelentkezőn, nem pedig az általa választott műfajon múlik. Minden műfaj, ugye tényleg, ahogy mondta, különböző, de nem ezen fog nyerni vagy bukni valaki. Tehát nem a műfaj fogja, hogy nekem a jazz egy nagyon-nagyon nagy szerelmem. Azon kívül egyébként a popzene is, a musical is nagyon kedvelt műfaj részemről, tehát nem ez fogja eldönteni, hogy én melyiket szeretem jobban, hanem maga az előadó természete, kisugárzása és persze az éneklés az nagyon fontos lesz. A verseny weboldala a www.fehérvárhangja.hu folyamatosan frissül. Itt tájékozódhatnak a jelentkezők egyebek mellett a feltételekről, a zsűritagokról, de a versenyszabályzatról is. Feltöltöttük a www.fehérvárhangja.hu oldalt, aminek egy újított verziója látható KEDD óta az interneten. Nagyon remélem, hogy minél többen megnézik és hogy lájkolják is, hiszen aktív a jelenlétünk a közösségi oldalakon, többek között ugye a Facebookon és a Twitteren is megtalálnak minket. Rengeteg információt töltünk oda fel, folyamatosan készülnek a friss anyagok, és nagyon sok friss információt lehet ott olvasni a versennyel kapcsolatban. Aki eddig nem tette, de szeretne indulni a Fehérvár hangja versenyen, nem késett le semmiről. Szeptember 30-áig lehet beküldeni a jelentkezési lapokat és a hozzájáruló nyilatkozatot a 8001 Székesfehérvár postafiók 230-as címre.